A Bagyocska csoport műsorral készült a Ficánka óvoda, bölcsöde és konyha átadó ünnepségére. Az új épületben színes szőnyegek, pici asztalok, apró székek várják a leendő bölcsödéseket. A szintes épület nem csak a gyerekek számára teszi élvezhetővé az itt töltött időt, a gondozók komfortérzetére is ügyeltek. Ez a bölcsöde, ez az új bölcsöde, ez 2019-es központi költségvetési forrásból valósult meg. Bruttó 160 millió forintos támogatást kapott az önkormányzatunk, hogy kialakítsa ezt a kétcsoportos bölcsödét, ami 28 gyermeknek a befogadására alkalmas. Már jelenleg is december 1-től folyamatosan érkeznek hozzánk a gyermekek, úgyhogy ők már birtokba is vették, és bízunk benne, hogy mi hamarabb teljes létszámmal tudunk tovább menni. Erre minden esély megvan, ezt a körzet korábban épített bölcsődői már bizonyították. Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, a gazdaságnak és a munkaerőpiacnak is jót tesz, ha az édesanyák hamar vissza tudnak térni a munkavilágába, ehhez azonban jól működő oktatási-nevelési rendszerre van szükség, amelynek egy bölcsőde az alapja a kisebb településeken is. Éppen ezért az elmúlt ciklusban 13 új bölcsőde épült a választókerületben, és számos meglévőt felújítottak. 10 óvodát és közel 20 iskolát is korszerűsítettek. Ehhez minden esetben egy a közösségek érdekeit szem előtt tartó önkormányzatra van szükség. Ezt már Dukai Miklós önkormányzati államtitkár mondta beszédében. Sok minden elhangzott itt már előttem, képviselő elmondta, hogy mennyi minden történt az elmúlt időszakban ebben a választókerületben, akár ezen a településen is. Fő Ispán úr utalt arra, hogy az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta mennyi minden a humánum érdekében történt összefogás is lezajlott, és az összefogásnak milyen szép példái vannak. És én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak abban van az egyik legnagyobb szerepe, nem csak azért, hogy ők vannak államigazgatási szempontból talán bizonyos értelemben, de legközelebb az emberekhez, hanem ők tudják, tehát az önkormányzatok tudják azt az alapvető összefogást megteremteni a legkisebb településtől a legnagyobbig, amivel az összes kicsi és nagy eredményt is közösen el lehet érni. Még egyszer hangsúlyozom, szerintem ennek az összefogásnak az eredménye, hogy ma itt ez az átadó ünnepség létrejött, és létrejött ez a bölcsőde. Így most már nem csak a hétfős mini bölcsődébe tudják beíratni a szülők a gyerekeket Kállósemjénben, hanem a Ficánkába is. Ennek megépítéséhez a már meglévő óvoda udvarából kellett felhasználni egy részt. Hogy az óvodásoknak továbbra is legyen elegendő helyük a szabadtéri mozgáshoz, az egyik szomszédos ingatlan megvásárlásával alakítottak ki nagyobb udvart. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a gyermeklétszám a településen, jelenleg 103 apróság jár az óviba, az előzetes számítások szerint ez két év múlva 146 lesz.